néhány hét múlva Jean Bussi dajka egy füles kosárral jelent meg a San Mary Kolostor kapujánál, és így szólt a kapustestvérhez, testvérhez az ötvenes, kisé kopasz, ecetszagú Terié atyához. Na, itt van. És letette a kosarat a küszöbre. Hmm, mi -e ez? kérdezte Terié, a kosár fölé hajolt, és ennivaló gyanítva beleszimatolt. A Rüauferi gyermekgyilkos fatja! Az atya addig kotorászott ujjával a kosárban, még ki nem szabadította az alvó csecsemő arcát. De helyes, rózsás, jól táplált? Mert agyon zabálta magát nálam? Mert még a velőmet is kiszívta? De ennek most már vége. Etessétek, ti tovább kecsketeljel, kásával, répalével. Mindent megzabál a fattyú. Teri atya kedélyes ember volt. Ő kezelte a jótékonykodásra szánható pénzt. Ő osztotta el a szegények és rászorulók között. És ennek fejben elvárta, hogy köszönetet kapjon. De aztán egyébbel, ne háborgassák. A technikai részletkérdéseket nagyon nem szívlete, hiszen a részletek mindig problémákat jelentenek. A problémák pedig megbolygatják a lelki nyugalmát. Ez pedig semmiképpen nem szerette. Már megbánta, hogy egyáltalán kaput nyitott. Nagyon szerette volna, ha ez a nőszemély fogja a kosarát, elmegy, és őt békén hagyja a csecsemő gondjaival. Lassan felegyenesedett, és beszívta a dajka tej és birkagyapjú szagát. Kellemes illat volt. Nem értem, mit akarsz. Tényleg nem értem, hová akarsz kiukadni. Csak azt tudom, hogy ennek a csecsemőnek egyáltalán nem ártana, ha még jó ideig szoptatnád. Neki nem, károkta a dajka, de nekem igen. Tíz fontot fogytam, pedig három helyet teszem. És miért? Heti három frankért. Ó, értem már, mondta Terje megkönnyebbülve. Értem már, megint csak a pénz. Nem, felelte a dajka. Dehogy nem, mindig csak a pénzről van szó. Ha ezen a kapunk kopogtatnak, biztosan pénzért jönnek. Úgy szeretném, ha egyszer olyan embernek nyithatnék ajtót, akinek nem pénz kell. Valakinek, aki például hozna valami apró figyelmességet gyümölcsöt, egy pár diót. Ilyenkor összel olyan sok mindenből lehet kóstolót hozni. Vagy virágot, vagy egyszerűen csak ideállítana valaki, és azt mondaná, dicsértessék, terjér jó egészséget kívánok, de ezt sohasem fogom megérni. Ha nem koldus jön, akkor kereskedő, ha nem kereskedő, akkor kézműves, és ha nem alamizsnáért jön, akkor számlát nyújt be. Már az utcára sem mehetek ki, Három lépés sem tehetek meg, és már is körülvesznek bizonyos egyének, akik pénzt akarnak. De én nem, mondta a Dajka. Én csak egyet mondok neked nem te vagy a környék egyetlen Dajkája. Első osztályú nevelőanyák százai fogják taposni egymást, hogy heti három frankért elvihessék ezt a csecsemőt, és táplálhassák a tejükkel megkásával. Hát csak ad nekik! Másrészt viszont nem tesz jót a gyereknek, ha állandóan ide-oda Ki tudja, hogy más teén is ugyanolyan jól gyarapszik-e, majd mint a tiéden, hiszen már megszokta a melled illatát, a szívverésed hangját. És ismét mélyen beszívta a dajkából áradó jó illatot, és miután látta, hogy szavaival semmiféle hatás sem ér el folytatta. vit haza ezt a gyermeket. Megbeszélem a dolgot a priorral. Javasolni fogom neki, hogy emelje a béredet, Négy frankra. Nem kell, mondta a dajka. Na jó, legyen öt. Nem. Hát mit akarsz még? Ordított rá terjér atya. Öt frank egy egész vagyon, az olyan semmi munkáért, mint egy csecsemő táplálása. Egyáltalán nem pénzt akarok, mondta a dajka. Azt akarom, hogy a fattyú eltűnjön a házamból. De hát miért, kedves asszonyság? kérdezte Terjé, és újból matatni kezdett a kosárban hisz ez egy bájos gyermek, rózsás, csendes, szépen aluszik, és meg is van keresztelve. Megszállta az ördög. Terjé villám gyorsan visszakapta a kezét. Lehetetlen, teljességgel lehetetlen, hogy egy csecsemőt megszálljon az ördög. A csecsemő még nem ember, csak előember, és nincs kifejlett lelke. Ennek következtében aztán nem is érdekli az ördögöt. Talán megszólalt már? Rángatózik? tárgyakat mozdít el? Vagy kénkövesen bűzlik? Egyáltalán nincs szaga, mondta a dajka. Na hát, tessék, ez egyértelmű. Ha a gonosz benne volna, bűzlenie kéne. És hogy megnyugtassa a dajkát, egyszer, s, mint próbára tegye önnön bátorságát, Teré felemelte a kosarat, és beleszagolt. <tosz> Semmi különöset nem érzek, közölte némi szimatolás után. Igazán semmi különöset. Esetleg... Igen, mintha a pelenkából jönne valami szag, és oda tartotta a kosarat, hogy a dajka is megerősíthesse, amit mondott. Nem erre gondoltam, mondta a dajka nyersen, és eltolta magától a kosarat. Nem arra, ami a pelenkában van. Az a természetesen szaglik. De ő maga, a fattyú, teljesen szaktalan. Mert egészséges, kiáltotta Terjé. Azért nem szaglik, mert egészséges. Mindenki tudja, hogy csak a beteg gyerekek szaglanak. Himlős gyerekeknek lótrágya szaga van. A skarlátosnak rothadó alma szaga. A tüdővészesnek hagymaszaga. De ez, ennek egyedüli baja az, hogy ma a Talán bűzlenie kéne? Talán a saját gyerekeit bűzlenek? Nem, felette a dajka. Az én gyerekeimnek tisztességes, embergyerek szaguk van. Terjé óvatosan letette a kosarat a földre, mert érezte, hogy lassanként elborítja a dű az asszonykonoksága miatt. Lehet, hogy a fehér személy meggyőzéséhez, a nagyobb nyomaték kedvéért majd még a kezére is szükség lesz, gondolta, és nem akarta, hogy a csecsemőt emiatt valami baj érje. Egyelőre összekulcsolta a kezét a háta mögött, és pocakját adajkának szegezve kérdezte. Tehát, te tudni véled, milyen szagunak kell lennie egy embergyereknek, aki persze erre nyomatékosan figyelmeztetlek, miután megvan keresztelve, egyszer s mind Isten gyermeke is? Igen, válaszolta a dajka. Továbbá azt is állítod, hogyha a gyermeknek nincs olyan szaga, ami ennek szerinted lennie kéne, szerinted Zsambüssi dajka szerint a rőszán Deniről, akkor az az ördög fatja. És előrelendített bal kezének mutató a dajka órá elé tartotta, kérdőjelként begörbítve. A dajka elgondolkozott. Nem igen volt ínyire, hogy a beszélgetés teológiai kihallgatássá kezdett alakulni, hiszen etéren csak vereség érhette. Mát, azt én nem akartam mondani, válaszolt kitérőleg. Maguknak kell eldönteni, Teri atya, hogy van-e az ördögnek köze a dologhoz, vagy nincs. Ez igazán nem az én feladatom. Én csak azt tudom, hogy írtózom ettől a gyerektől, mert nincs olyan szaga, ami ennek egy csecsemőnek lennie kell. Aha, kiáltott fel, terjé elégedetten, és újból a hátamögé rejtette karját. Tehát az ördögöt, azt lám, már is visszahívtuk. Na jó, akkor már csak azt légy szíves elárulni nekem, milyen szagúnak kell lennie egy csecsemőnek. Mm, jó szagúnak, mondta a Dajka. Hát mi az, hogy jó szagú? ordított rá, terjé. Sok mindennek van jó szaga. Például egy csokor levendulának, vagy a leveshúsnak, vagy az arab fűszereknek de most azt szeretném tudni, milyen szaguk van a csecsemőknek. A dajka habozott, persze jól tudta, milyen szaguk van a csecsemőknek, nagyon is jól tudta, hiszen már több tucatot szoptatott, gondozott, ringatott, csókolgatott. Éjszaka vaksötétben is megtalálta őket, pusztán a szaguk után, most is orrában volt a szag, de szavakkal még sohasem próbálta leírni. Nos, vakantott a atya, és türelmetlenül pattingatta körmeit. Nos, tehát, kezdte a dajka, nem könnyű megmondani, mert, mert nem mindenütt egyforma a szaguk, bár mindenütt jó. Érti, atyám? Hát például a lábacskájuk szaga olyan, mint egy meleg, sima kői, vagy mint a túrói, vagy mint a vajé. A friss vajé, igen, mint a friss vajé, pont olyan. A testük szaga meg, mint a tejbeáztatott lepényé, a fejüknek pedig ott fönt, hátul, ahol a, a, a hajforgó van, Nézd atyám, ahol magának már semmi sincs, és megpaskolta a kopaszterie atya feje bubját, amit az a részletezett butaságnak emez özönétől elkábulva engedelmesen odatartott. Itt, na hát, itt a legjobb a szaguk, itt karamella szaguk van, olyan édes, olyan csodálatos atyám, azt el sem képzelheti. Ha egyszer itt megszagolja az ember, akkor már meg is szerette. Akár saját, akár idegen gyerek. És a kisgyerekeknek ilyen szaguk van. Nem másmilyen. És akinek nincs ilyen szaga, akinek még annyi sincs, mint a hideg levegőnek, mint itt a fattyúnak, akkor megmagyarázhatja atyáma, hogy csak akarja. De én, és elszántan összefont a karját a melle alatt, és olyan undorodó pillantást vetett a kosárba, mintha a békákkal volna tele. Én, Jean Bussi, nem akarom őt többé magamhoz venni. Teri atya lassan felemelte lehorgasztott fejét, és ujjaival, mint egy véletlenül végigsimított simított koponyáján, mintha nem létező hajszálakat rendezgetni, aztán orrához emelte az ujját, és elgondolkozva szimatolt. Mint a... mint a karamella? kérdezte, és megpróbálta visszanyerni szigorú hangját. Még hogy karamella. Mit tudsz te a karamelláról? Talán ettél már valaha? Enni nem ettem, válaszolta a dajka. De jártam egyszer a rűszán Onorén, egy nagy szállodában, és láttam, hogyan készítik olvasztott cukorból és tejszínből. Olyan finom illata volt, hogy soha el nem felejthetem. Na jó, na jó, rendben van mondta terélye atya, és elvette újját az orrától. Kérlek, hallgass már el! Nagyon elfáraszt ez az alantas társalgás. Megállapítom, hogy bármilyen oknál fogva is megtagadod a gondjaidra bízott Jean-Baptiste további ellátását, és visszaszolgáltatod őt ideiglenes gyámjának, a Szent-Mári Kolostornak. Nagyon szomorú dolog. De úgy tűnik, nem változtathatok rajta. Isten veled! és megragadta a kosarat, még egyet szippantotta a meleg gyapjú és tejszakból, aztán becsapta a nehéz kaput, és az irodájába ment.